meg soha sem jött. Moldvai népdalok Kulcsár Anna Mária előadásában Lázár Imre a Festők Városa című kötetének bemutatójára várták az érdeklődőket a Városháza Bátori termében április 5-én. A programot a Kertész László Városi Könyvtár a Böszörményi Könyvtári Napok keretében szervezte meg. Kis Attila polgármester köszöntőjében elmondta, Lázár Imre neve, élete és munkássága összefort a várossal és a hajdúsággal. Alakulása óta a hajdúsági nemzetközi művésztelep meghatározó alakja volt. Kiállítások szervezése és megnyitása, katalógusok, kötetek szerkesztése fűződött a nevéhez. Szekeres Gyula, a Hajdúsági Múzeum igazgatója beszédében kiemelte, Lázár Imre Hajdúböszörmény első szabadon választott polgármestereként számos könyv előkészítésében vett részt, de önálló kötete sohasem jelent meg. A Festők Városa című kiadvány a város gazdag képzőművészeti múltját, annak jeles képviselőit bemutató írásokat, illetve egykor elhangzott megnyitók, interjúk írott változatát tartalmazza. Hát alapvetően Lázár Imrének a kívánság alapján készült maga az egész kiadvány. Engem úgy kértek fel, hogy ő kívánsága volt ez, hogy én szerkesztem ezt a kötetet, és mindennek megpróbáltunk ennek megfelelni. Azért mondom a többes számot, mert személyesen ugyan én szerkesztettem ezt, de a múzeum munkatársai közül a fényképek az Horváth Tamás munkái, a közcélú alkalmazottak gépelték az anyagot, és a most látható kisfilm is az ő munkáikban dicséri. Tehát valójában egy úgymond utolsó kívánságot teljesítettünk. Most már kiderült, hogy utolsó kívánságot. Milyen írásokat tartalmaz ez a kötet? Alapvetően, mint a címe is mutatja, a Festők Városa, de visszanyúlik Lázár Imre ebben a kötetében az ős kialakuláshoz. És azokat az embereket szedi össze, akik igazából meghatározói voltak ennek a korszaknak, amiben kialakult a Festők Városának az alapja. És érdekes módon valamilyen rendszer szerint van összeállítva, amihez én nem is nyúltam, de éppen felfedezhető benne valami, amit ma már a jövőből üzen nekünk Lázár Imre, hogy miként kell élni, miként kell festeni, miként kell az emberi kapcsolatokat építeni.